Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi van velem? Így hívom ezt a jóslást. Ez most egy általános kirakás, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást. Mi van vele? A díjam 3500 forint, asztrológiával együtt 9000 forint. Itt ennél a jóslásnál van középen egy kör, és az jelenti az ő belső gondolatait, érzelmeit. Az érzelmekre itt ez a kártya utal, tehát van nála ez a belső harc. Lehet, hogy vannak támadások, kihívások, és védenie kell magát. Ami a gondolatait illeti, az itt látható, erre utal ez a szerelmes pár, tehát ő tudatában van azzal, hogy szeret téged. És most megnézzük a kommunikációt kettőtök között. Itt látható fent ezen a képen olyan, mint egy fiatal fiú, még van kis bizonytalan, de mégis nyitott érzelmekről beszélni, hiszen átnyújtja szimbolikusan ezt az arany kelyhet, és ez a kehely utal a víz elemére. És a víz eleménél mindig érzelmekről van szó, tehát kimutatja az érzelmeit. Itt kommunikációról van szó, beszélni fog érzelmekről. Ami a szerelmet illeti, az itt látható, és az ő szívében, lelkében te vagy, itt ez a királynő, uralkodsz az arany érem felett, ami az értékekre utal. Az azt jelenti, te értékes vagy számára, te itt elfoglaltad már a helyedet. Amit ez az arany érem még jelent, a föld elemét. És a föld eleménél mindig reális dolgokról van szó. Tehát itt nem csak álmodozásokról, hanem ő szeretné megvalósítani. Ide fekteti be az erejét. Itt vannak a cselekvések. A kezébe veszi ezt a botot, először úgy figyelgeti, mi ez, mit kezdjek most ezzel. Ez jelenti a tűz elemét, az ő bátorságát, a lelkesedését, a szenvedélyeket, és ha ő ezzel megismerkedik, és tisztában van ezzel, kimutatja akkor majd a bátorságát, a lelkesedését. Ez lehet egy új kezdet, egy új irány. És ami szerencsét hoz, erre utal itt ez a kép, ez a könnyűség, de nem a könnyelműség. Hiszen át kell gondolnia a dolgokat. Mi következik, ha tesz egy lépést feléd? Még mindig meg lesz a talaj a lába alatt, vagy közeledik hozzád, és te azt mondod, nem köszi, én nem akarlak téged, akkor lezuhan a mélybe, hiszen ez megviseli akkor őt. Amit tanulnia kell, hogy átadja az arany kelyhet, tehát kimutassa az érzelmeit, de fogadja el a te kelyhedet is. Fogadja el a te érzelmeidet is. A változások itt láthatóak, olyan, mint egy főpap, esküszik valamire, megvan a hite, megvan a bizalom, hogy minden jóra fordul, és hihetsz a szavaiban. Az álmai és a belső ereje itt látható. Tehát ő szeretne egy új kezdetet. Erre utal a 10-es szám, de nincs meg hozzá a belső ereje. Nincs meg ahhoz az ereje, hogy felálljon, hogy tovább menjenek a dolgok. Hiszen itt látható, hogy vannak nála kihívások, támadások kívülről.
Tehát ez nagyon megviseli őt. Ide kellene figyelni erre a kártyára. A kezébe venni ezt a kartot, elvágni a kötelékeket, ezeket a volt kapcsolatokat, mindazt, ami megviseli őt, és ha itt fel tud szabadulni ezektől a nehézségektől, átteszi magát a félelmeken, meg tudja védeni itt magát, akkor megvan újra az ereje, felállhat, és akkor előre mennek a dolgok. Ez a terve, hiszen itt nézegeti ezt a botot, ami jelenti a tűz elemét, a bátorságát ezek ellen a kihívások ellen. És ha cselekszik, akkor tényleg minden jóra fordul. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!